Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Mint ahogy a címben is leírtuk, és abban is kifejezésre került, ha az üzemanyag drága, akkor minden drága. Az üzemanyag drágulása mindenre hatással van. Számos alkalommal szólaltam már fel a parlamentben ebben a témában, ebben a kérdésben. Mindenre hatással van, az élelmiszerektől kezdve egészen az építőanyagokig is számos területet lehetne idehozni. Számos esetben kértem és kértük önöktől, hogy tegyenek meg mindent az üzemanyagok árának csökkentése érdekében, mert ha ezt megteszik, akkor csökkentik az életet, csökkentik az életnek a költségeit, annak az árát. Ehelyett önök január 1-től adót fognak emelni, jövedéki adót emelnek, 40 forint tesznek rá az üzemanyagok literenkénti árára, úgyhogy egyébként már a környező országok tekintetében jelenleg is magas az üzemanyagok ára, kimagasló az élelmiszerinfláció, kimagasló az infláció, csak éppen a bérek maradnak el. És amikor megkérdezik önöket, hogy miért teszik rá ezt a 40 forintot, akkor önök Brüsszelre mutogatnak. De kérem, ne mutogassanak Brüsszelre, mert ehhez egyedül egy szervnek van köze ehhez az emeléshez, ezek pedig önök, ezek önök, a magyar kormány. Azért van ez, hiszen nem Brüsszel kérte, hogy 40 forint legyen, hanem az elszabadult infláció és az elszabadult euró árfolyam következménye az, hogy itt most emelést kell, hogy végrehajtsanak. Viszont még véletlenül sem 40 forintot. Önök 422 forinttal kalkulálták ki, hogy milyen mértékbe kéne adót emelni. De a jelenlegi árfolyam az nem itt tart. Ott tartunk, államtitkár úr, hogy az államkassa üres, az emberekre egyre nagyobb teher nehezedik az elmúlt években, évtizedben. Önök egy újabb adót hoznak be, illetve egy adót emelnek meg olyan mértékben, ami abszolút indokolatlan. Eddig is le voltak terhelve az emberek, még inkább leterhelik őket. Az emberek a terhet majd úgy gondolják, hogy bírják, az államkasszának meg kell a forrás, kell a pénz. Ez viszont nagyon nem korrekt, államtitkár úr. 2012-ben kérte a Jobbik önöket először, hogy tegyenek meg mindent az üzemanyagok árának csökkentése érdekében. Nem tették. Hónapról hónapra, évről évre az javaslatunkat leszavazták. 2 évvel ezelőtt, pontosan októberben, most 2 évvel kérdeztem a miniszterelnök urat, sőt javaslatot is fogalmaztam meg neki, hogy mit kellene tenni. Azt kértem, kezdeményezzen a magyar kormány konzultációt az Európai Bizottsággal annak érdekében, hogy az áfa, mert az sem Brüsszel kérte, hogy 27%-os Európa-bajnok áfa legyen Magyarországon, az áfa csökkenthető legyen az üzemanyagok tekintetében. Nem tettek egy lépés sem. Kérdezem, államtitkár úr, mit kívánnak tenni, de hogy javaslatot is megfogalmazzak, mert eddig nem tettek semmit, ezt az adóemelést töröljék el, és kezdeményezzenek párbeszélt a bizottsággal, és csökkentsék az áfát. Ez a magyar emberek érdeke. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ, mint említettem, Fónagy János miniszter helyettes úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr, tisztelt házszisztelt képviselő úr. A kérdései azok mozaik kockákból állnak. Mozaik kockák színe az helyes, csak a kép nem áll össze. Ezért engedje meg, hogy lépésről lépésre menjek. Az első az, amiben gondolom egyetértünk, hogy a kormány célja változatlanul az, hogy az év végére egy számjegyűre csökkentse le az inflációt, éppen a családok és a gazdaság védelme érdekében. Nyilvánvaló, hogy erre a mindig szemünk előtt lévő célra az üzemanyagok árváltozása hatással van, emelkedik az üzemanyagára, az növeli az inflációt. Ez tetten érhető volt az augusztusi inflációs adatokban is, hiszen a növekvő üzemanyagárak miatt a kormányzati várakozáshoz képest 0,4%-kal magasabb szinten maradt az infláció, mint ahogy azt az előzetes számításaink szerint vártuk. Ami a kötelezettség, ami a jövedéki adót illeti. Magyarország évek óta kockáztat egy kötelezettségi eljárás, mert az unió szintnél hosszú évek óta alacsonyabb szinten határozzuk meg a jövedéki adó mértékét. A jövedéki adó esetében a kormánynak már 23. január 1-től alkalmaznia kellett volna azokat az adószinteket, amelyeket csak 24. január 1-től szándékozunk bevezetni.
Az adószint emelése helyett a kormány a legkritikusabb időszakban az Európai Bizottság ezirányú vizsgálata és elvárása ellenére is kiállt mellett, hogy nem emeljük meg a jövedéki adót. Az elmúlt időszakban jelentősen a KSH adatai szerint júliushoz képest 8,2%-kal emelkedett a jármű üzemanyagok ára. Tisztelt képviselő úr, az áremelkedésnek elsősorban nemzetközi és országspecifikus adatok, tényezők állnak. A jelenleg a MOL a piaci átlag 3-5-szörösét kénytelen kifizetni a szállításért az ukrán és a horvát vezetékhálózat tranzitdíjának növekedése miatt. Ez Magyarország számára mintegy 48 milliárd forintnyi többletkiadást jelent. Ön is pontosan tudja, hogy a benzinkereskedelemben, üzemanyagkereskedelemben a kormány nem szereplő. Magyarországon ezt a magángazdaság intézi. A 48 milliárd forint többletköltséget a magángazdaság szereplői beépítik az árakban, ami megemeli a benzin árát, és természetszerűen növeli az inflációt. Annak ellenére, hogy az üzemanyagok árváltozása hatással van az infláció alakulására, meggyőződésünk szerint nincs veszélybe az a célkitűzésünk, hogy az év végére egy számjegyűre csökkentsük az inflációt. Ezzel együtt a kormány minden lehetséges eszközzel tompítani kívánja az üzemanyagárak növelését. Teszi mindezt annak érdekében, hogy a lakosságot érintő terhek csökkenjenek, folytassuk az infláció elleni küzdelmet, ugyanakkor ne sérüljön az ország üzemanyaggal történt ellátás biztonsága. Ez sem sérülhet, gondolom képviselő úr ezzel egyetért. Köszönöm figyelmét, elnök úr, köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, miniszterhelyettes úr. Most megkérdezem Dudás Róbert képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr. Sajnos nem tudom elfogadni államtitkár úr válaszát, mert bár nem is vártam mást, őszintén várna az ember más, de sosem kap. Mindig van kire mutogatni államtitkár. És egyszerűen ágába se jut bevallani azt, hogy egyébként ezt az egészet önök rontották el. Nem másra kell mutogatni, hogy miért lett ilyen magas a forint-euró árfolyam. Európában nálunk romlott legjobban a nemzeti fizetőeszköz. Nálunk emelkedtek legjobban az élelmiszerek árai. Nálunk a legmagasabb az infláció az egész Európai Unióban. És a jövedéki adó emelésnek köszönhetően pontosan ezek fognak újra megugrani. Megugorhat szakértők szerint mind az infláció, mind az élelmiszerinfláció, tehát az élelmiszereknek az ára. Pontosan azokat az embereket fogják sújtani ezzel az adóemeléssel, akik eddig is a legtöbbet, legnehezebb módon és a legtöbbet tették be az államkasszába. Államtitkár úr, csökkenteni kell az Európa-bajnok áfát, ez a megoldás.